Edgar Allan Poe, egy hordó a montéjadó. Tűrtem, ameddig lehetett, Fortunátó ezernyi sértését, de mikor végre inzultusig merészkedett, bosszút fogadtam. Mindazonáltal ti, kik oly jól ismeritek lelkem természetét, nem fogjátok feltételezni, hogy egyetlen fenyegetést kiszalasztottam volna ajkamon. Előbb-utóbb eléri bosszum. Ez véglegesen eldöntött dolog volt, de az az eltökéltség, ahogyan a bosszúállásra szántam magam, eleve kizárta, hogy kockáztassak. Büntetnem kell, de büntetlenül kell büntetnem. A bántalom nincs megtorolva, ha megtorlás éri utol a megtorlót. És éppen úgy nincsen megtorolva, ha a bosszuló elmulasztja, hogy bosszuló mi voltát éreztesse azzal, aki megbántotta. Meg kell értenetek, hogy sem szóval, sem tettel nem adtam okot Fortunátónak, hogy jó szándékon felől kételkedjék. Azon túl is, mint szokásom volt, arcába mosolyogtam, és nem vette észre, hogy most feláldozásának gondolatára mosolygok. Volt egy gyenge pontja ennek a Fortunátónak, bár más tekintetben olyan ember volt, akit tisztelni, sőt félni kellett. Nagyra volt borokban való műértésével. Kevés olaszban van meg az igazi virtuóz szellem. Lelkesedésüket többnyire idő és alkalom szerint öltik fel, hogy becsapják az angol és osztrák milliomosokat. Festésben és a drágakövek tudományában Fortunátó, mint honfitársai, csupán szédelgő volt. De a régi borok dolgában őszinte. Ebben a tekintetben én sem különböztem lényegesen tőle, magam is jól ismertem az itáliai bortermelést, s bőségesen vásároltam, amikor tehettem. Alkonyat felé volt, a farsangi évad legbolondabb tombolásának egy estéjén, mikor barátommal találkoztam. Túlzott melegséggel szólított meg, mert sokat ivott. Bohóc jelmezben volt. Testhez álló, tarkasávos ruhát vett fel, fején ott ült a hegyes sörgőcsipka. Annyira örültem, hogy láthatom, azt hittem, örökké fogom a kezét szorongatni. Így szóltam hozzá. Drága Fortunátom, jó, hogy találkozunk. Milyen különösen jó színben vagy ma. Én azonban kaptam egy hordó, állítólagos, a montéjadót, s két helyeim vannak. Hogyan? Szólt ő. Amontót? Egy hordóval? Lehetetlen. És farsan közepén? Két helyeim vannak, feleltem. És elég bolond voltam kifizetni a teljes amontíjadó árat, mielőtt téged megkérdeztelek volna a dologról. Nem találtalak sehol, s féltem, hogy elszalasztom az üzletet. Amontíjadó? Két helyeim vannak. Amontíjadó? És meg kell magamat nyugtatnom. Amontéjadó. Mint hogy te el vagy foglalva, már indulok is Lucrezihez. Ha valakiben van kritikus ösztön, ő az. Ő megmondja nekem. Lucrezi nem tudja megkülönböztetni az amontéjadót a Sherrytől. És mégis azt mondják némely bolondok, hogy az ő ízlése vetekszik a tiéddel. Gyere, menjünk! Hova? A pincédbe. Nem, barátom, nem akarok visszaélni a jóságoddal. Látom, találkád van. Lucrezi... Nincs találkám. Gyere! Nem, barátom, nem a találka, hanem a súlyos nádha, amivel, látom, meg vagy verve. A pince elviselhetetlenül nyírkos, rétegekben lepi a salétrom. No, csak menjünk azért. A nádha az semmi. Amontíjadó, téged becsaptak. És ami Lucrezit illeti, ő meg nem különbözteti a Sherryt az amontíjadótól. Így szólva, Fortunátó hatalmába kerítette karomat, s felcsapva egy fekete sejemállarcot, szorosan magam köré vonva egy dominót, hagytam, hadd vonszoljon palaczon felé. A cselédség nem volt otthon, megszögdöstek mulatni a vígnap tiszteletére. Azt mondtam nekik, hogy nem jövök vissza reggelig, s kifejezetten parancsot adtam, hogy ne mozduljanak el hazúról. Ez a parancs, jól tudtam, elég lesz, hogy biztosan eltűnjenek egytől egyig, mihelyt hátat fordítok.
kiemeltem két fáklyát tartójából, és az egyiket Fortunátónak adva végigbókoltam őt több sorszobán a bolthajtásig, mely a pincénkbe vezetett. Lereszkedtem a hosszú és kanyargós lépcsőn, figyelmeztetve őt, hogy óvatosan jöjjön utánam. Végre a lépcső aljához értünk, s ott álltunk együtt a Montresorok katakombáinak nyírkos talaján. Barátom járása ingatag volt, és sipkájának csörgői csilingeltek minden lépésnél. A hordó? Kérdezte. Még messzebb van, feleltem. De figyeld meg a fehér hálózatot, ami ezekről a barlangfalakról levillog. Felém fordult, és szemembe nézett két hályogos gömbbel, melyekből a mámor nyálkája szivárgott. Salétrom? Kérdezte végtére. Salétrom? Feleltem. Mióta van már rajtad a köhögés? Szegény barátom képtelen volt válaszolni néhány percen át. Semmi az egész, mondta végre. Gyere, mondtam határozott hangon, visszamegyünk, az egészség drága. Gazdag ember vagy, tisztelnek, bámulnak, szeretnek, boldog vagy, mint én voltam valamikor. Olyan ember vagy, akinek hiányát megéreznék. Én nem számítok. Visszamegyünk, beteg leszel, és én nem lehetek felelős. Azon kívül itt van Lucrezi. Elég, mondta. A köhögés semmi, az dömöl meg. Nem halok bele egy kis köhögésbe. Igaz, igaz, feleltem. És igazán nem szándékom, hogy szükségtelenül megijesszelek, de élned kell az illő óvatossággal. Egy korty ebből a medokból jó védelmünk lesz a nyírkosság ellen. Kihúztam egy palackot földön heverő társainak hosszú sorából, s leütöttem a nyakát. Igyál! Mondtam, feléje kínálván a bort. Kancsal vigyorral emelte ajkához. Szünetet tartott, és kedélyesen bólintott felém, mialatt csörgői megcsörrentek. Ürítem boromat, mondotta. Erre az eltemetett sokaságra, amely itt pihen körülöttünk. És én a te hosszú életedre. Megint karon ragadott, s tovább mentünk. Ez a pince? Mondta. Nagy kiterjedésű. A Montresor família, feleltem. Nagy és kiterjedt család volt. Nem emlékszem a címeretekre. Nagy arany emberláb, azúr mezőben. A láb egy csúszókígyót tapos, melynek fogai sarkába mélyednek. És a motto? Nemo me impune lecessit. Senki sem támadhat meg büntetlen. Kitűnő, mondta rá. A bor csillogott szemében, s a csörgők csörögtek. Az én fantáziám is fölhevült a medoktól. Halmozott csontok hosszú falai közt, melyek akós és hektós hordokkal váltakoztak, katakombáink legbensőbb mélyéig hatoltunk. Megint megálltam, s ezúttal bátorságot vettem karom fogni Fortunátót a könyöke fölött. A salétrom, mondtam. Látod, egyre több lesz, mint a moha úgy csügg a bolthajtásról. Most a folyó medre alatt vagyunk. A nyirok csöpjei szivárognak a csontok között. Gyere, menjünk vissza, még nem késő. A köhögésed... Az semmi, mondta. Gyerünk tovább, de előbb még egy kortyot a medokból. Föltörtem, és kezébe adtam egy flaska The Grave-ot. Egy lélegzetre kiürítette. Szeme vad tűzben lobogott. Nevetett, s oly gesztussal dobta levegőbe a palackot, melyet nem értettem. Meglepve nézett rám. Ő ismételte a mozdulatot. Groteszk volt. Nem érted? Kérdezte. Nem én? Válaszoltam. Tehát nem tartozol a testvérek közé. Hogy? Nem vagy kőműves. De igen, mondtam. De igen. Te? Lehetetlen. Kőműves vagy? Kőműves, feleltem. Jelet mutas, mondta. Jelet mutas.
Itt a jel, válaszoltam, előhúzván dominóm redői közül egy vakolókanalat. Te réfálsz, kiáltott pár lépést hátrálva. De menjünk az Amontilladóhoz. Legyen, szóltam, visszadugva a szerszámot köpenyem alá, s megint karom nyújtva. Teljes súlyával rám támaszkodott. Folytattuk útunkat, keresve az Amontilladót. Átmentünk egy sor alacsony évbolton, s lépcsőn le, s tovább, és újra lépcsőn le. Egy mély kriptába értünk, melynek poshat levegőjében fáklyáink inkább csak izzottak, mint lángoltak. A kripta legmesszebb végén egy szűkebb kripta tűnt elibénk. Falai a bolthajtásig fölhalmozott emberi maradványokkal voltak bélelve, mint Párizs nagy katakombáiban. Így módon volt ékesítve e belső kripta három oldala. A negyedik oldalról a csontokat ledobálták, s azok keresztül kasul hevertek a földön, egy helyütt meglehetős nagyságú dombot formálva. A csontok széthányásával eképp csupaszon maradt falban egy még rejtettebb kripta vagy fülke tárult elénk. Mélységben mintegy négy láb, széltében három, magasságban hat vagy hét. Ez úgy tűnik, önmagában semmiféle különös célt nem szolgált. Csupán hézagot képezett a katakombák tetőzetének két óriási oszlopa között, s hátul kemény gránitból épült kőrfalainak egyike zárta el. Fortunátó fölemelve elködlő fáklyáját hiába akarta fülke mélyébe pillantani. A gyönge fény nem adott módot rá, hogy a végét belássuk. Menj előre, mondtam. Ebben van az Amontilladó, ami pedig Lucrezit illeti. Ő hat ökör ahhoz, vágott szavamba barátom, amint ingadozva lépett előrébb, míg én közvetlen sarkába hágtam. Egy pillanat alatt a fülke végén volt, s észrevevén, hogy a szikla útját szegi, bamba zavarban megállott. Még egy pillanat, s már a gránithoz láncoltam. A gránitból két vaskapocs nyúlt ki, visszintes irányban, mint egy két láb távolságnyira. Ezek egyikéből egy rövid lánc csüggött, másikból egy lakat. Derek a köré vetve a lánc karikáit, csak néhány másodperc műve volt a lakatot lezárni. Sokkal inkább meg volt lepve, hogy sem ellenálljon. Lehúzva a kulcsot, visszaléptem a fülkéből. Tapogasd meg, szóltam. A falat? Meg kell érezned a salétromot. Bizony nagyon nyírkos. Még egyszer hat könyörgök, forduljunk vissza. Nem. Akkor határozottan itt kell, hogy hagyjalak. De előbb kötelességemnek érzem megadni neked mindazt az apró figyelmet, ami módonban áll. Az Amontilladó? Nyögte ki barátom, még akkor sem ocsútba bámulatából. Ha, igaz, feleltem. Az Amontilladó. Mi alatt e szavakat mondtam, az előbb említett csonthalmok között kotoráztam. Félrehányva őket, föltakartam egy csomó építőkövet és vakolatot. Ebben a matériával és kőműves kanalam segítségével buzgón kezdtem befalazni a fülke bejáratát. Alig raktam le az első sorkövet, mikor észrevettem, hogy Fortunátó mámora nagy mértékben elpárolgott. Az első jele ennek, ami hozzám jutott, halk, nyögő kiáltás volt a kőrejtek mélyéből. Ez a kiáltás nem vallott részeg emberre. Aztán hosszú és makacs hallgatás következett. Föraktam a második sort, és a harmadikat, és a negyediket, és akkor dühös láncverdesést hallottam. A hang percekig tartott. És addig én, hogy nagyobb elégtétellel hallgathassam, abba hagytam a munkát, és leültem a csontokra. Mikor végre a zörgés alább hagyott, megint fölvettem a vakolókanalat, s félbeszakítás nélkül fejeztem be az ötödik, a hatodik és hetedik sort. A fal ekkor majdnem egy vonalban volt a mellemmel. Újra szüneteltem, s föltartva a fáklyát kőműves munkám fölött, egy-egy gyönge sugarat vetettem a belül rejlő emberi alakra. Néhány hangos és éles kiáltás egymás után, hirtelen szakadva ki a leláncolt figura torkából, szinte mintha erőszakosan visszalökött volna. Egy rövid pillanatig haboztam, remektem. Kivonva tőrömet elkezdtem ide-oda böködni bele a fülkében,
de egy pillanatnyi gondolkodás megnyugtatott. Kezem a katakomba szilárd épület tömbjén nyugtattam, és elégedettség töltött el. Újra közelebb mentem a falhoz, s felelni kezdtem a kiáltó üvöltéseire. Visszaekhoztam, segítettem neki. Hangom túltett az övén terjedelemben és erőben, s amint ezt tettem, a kiáltó elcsöndesedett. Már éjfél volt, s munkám vége felé haladt. Befejeztem a 8., a 9. és a 10. sort. Elkészítettem a 11., és az utolsó sor legnagyobb részét is, s még csak egyetlen kő maradt, várva, hogy beillesszem és bevakoljam. Küszködtem súlyával, s félig meddig már a kívánt pozícióba helyeztem. De most a fülkéből halk kacagás tört elő, melytől égnek merett minden hajam szála. Utána nyomorúságos vinnyogás következett, melyben csak nehézséggel ismertem föl a nemes Fortunátó hangját. A hang így szólt. Nagyszerű tréfa, csak ugyan. Kitűnő bolondság. Pompásan mulatunk majd rajta a palaczóban. A boros pohárnál. Az Amontilladónál, szóltam én. Igenis, az Amontilladónál. De nem lesz már késő, nem várnak már ránk a palaczóban. Fortunátó grófnő, s a többiek. Menjünk! Jól van, mondtam. Menjünk! Az Isten szerelméért, Montresor! Igen, mondtam. Az Isten szerelméért! De ezekre a szavakra hiába füleltem, nem jött válasz. Türelmetlen lettem. Hangosan kiáltottam. Fortunato! Semmi felelet. Újra kiáltottam. Fortunato! Még mindig semmi válasz. A megmaradt nyíláson belögtem egy fáklyát, s hagytam, hogy beessem. Feleletképpen csak a csörgők halk csilingelése hallatszott. Gyomrom megfordult, a katakomba fülletsége tette. Siettem véget vetni munkámnak. Betuszkoltam az utolsó követ végleges helyzetébe. Bevakoltam. Az új fal elébe visszahalmoztam a csontok régi bástyáját. Egy fél század óta halandó nem zavarta meg őket. Én Pace requiescat. Nyugodjék békében.